A decsi református templom belső tere is megújul a kormány most induló egyházi épületek fejlesztését célzó programjának köszönhetően. A szekszárdi választókerületben mintegy 130 millió forint költhető ilyen fejlesztésekre. Decsen ez már nem az első ilyen pályázat, amúgy ezt a jelenlegi forrást, ezt a református templom belső felújítására, a mennyezetnek a rekonstrukciójára fogjuk fordítani. Itt Decsen az elmúlt 7 évben közel 300 millió forint érkezett csak a decsi református egyház működéséhez kapcsolódóan. Tolna megye 2. számú választókerületében, vagyis Bonyhád és Dombóvár környékén 6 település 7 templomára közel 120 millió forintot költhetnek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, az ilyen beruházások a települések közösség megtartó erejét növelik. Ez azt gondolom, hogy a járványra egy nagyon szép válasz, hogy nem meghunyászkodunk, nem elmenekülünk, nem összépúzzuk magunkat, hanem folyamatosan fejlesztésekben gondolkozunk, legyen ez egyházi fejlesztés, legyen ez különböző szervezeteknek az ingatlanjain végzett fejlesztés. Tolna megye 3. számú választókerületében, vagyis Paks és Tamási környékén 11 településen mintegy 220 millió forintból újulhatnak meg templomok. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondja, a program során összesen mintegy 1400 hazai és 400 külhoni egyházi épület felújítása történik meg. Fontos szakralitás a hit szempontjából, de a munkaerő szempontjából is, hiszen rengeteg vállalkozónak, mesternek és munkásnak nyújt ez lehetőséget, ez végülis a gazdaság újraindításában segít, és ami legalább ilyen fontos, hogyha járja az ember az országot, akkor szépülnek amúgy is középületeink, iskoláink, kórházak, sok minden más is, emellett, hogyha a templomaink is megújulnak. A templomok felújítását célzó kormányzati programra mintegy 26 milliárd forint áll rendelkezésre.